Hazelcast, mint cég egyébként nem is nagyon ismert talán még Magyarországon. A fejlesztők körében ugye talán valamennyire ismerős lehet maga a Hazelcast termék, mint in-memory data grid, de ennek a úgymond cloudosított verziója, ami egy elég nagy igény mostanában, úgyhogy erről fogunk beszélni. Rólam röviden, quality engineer-ként tevékenykedem most fel, a Hazelcast-nél és azon belül is a Hazelcast csapatba, és egy 6 éve, körülbelül több mint 6 éve foglalkozom különböző területeken a szoftverfejlesztéssel. De hogy mi is ez a Hazelcast valójában, mert tényleg nem feltétlenül egyértelmű, szóval ez egy nagyon könnyű súlyú, nagyon egyszerű, könnyen skálázható megoldás, ami nagyon-nagyon sokféle adott struktúrát támogat. Elsősorban ugye a Java nyelvből kiemelve a dolgait, és mivel ez egy in-memory megoldás, ezért az írásolvasás az nagyon-nagyon gyors, és egyébként rengeteg nagy cég is használja, tehát az Apple-től kezdve a Disney-n át, az AT&T mobil szolgáltatón keresztül rengeteg tényleg nagyon-nagyon sokan használják, és sikeresen tudták adaptálni. Nagyon röviden, hogy hogyan is működik ez az egész, a Hazelcast Clusterben sima, egyszerű módokról beszélünk. Ugye a módok maguk, mint memberei ezeknek a clusternek, maga a Hazelcast alkalmazás futás idejű dolga. Egy módon több partíció található, és a partíciónak állnak adatokat nagy vonalakban, gyakorlatilag így működik ennek az adattárlása. És hogy miért jó ez? Hát az első és legfontosabb indok, hogy van belőle open source változat. Természetesen az open source részében egy csomó minden nem érhető el, ami a licenszert egy fizetős változatában, az Enterprise-ban, de erről még később picit lesz szó egyébként. Ahogy mondtam, ugye, hát járvában íródott, EVM alapú az egész, tehát maga a Hazelcast csak EVM-en futtatható, de egyébként nagyon frappásan és egyszerűen ez megmondva másképp, tehát gyakorlatilag szinte akármilyen nyelvből lehet használni, kapcsolódni és futtatni dolgot ezen a Hazelcast megoldáson. Többféle kinyers nyelvet támogat, ugye a Java-t egyértelműen, mert ugye van írták, C-sharp, a C++, Node.js-ból és Python. Egyébként több nyelvet is támogat, de azok ilyen community supportot élveznek per pillanat. Tehát ezek azok a nyelvek, amiket maga a Hazelcast cég támogat és aktívan fejlesztett, erre külön csapatot húztak föl, külön emberek foglalkoznak ezzel. És még egy érdekes ábra, hogy ugye az objektumok, ezek a bármilyen adott struktúrai dolgok, teljesen elosztva vannak tárolva egy ilyen Hazelcast clusteren. És az érdekességet, hogy tudját erre nagyon egyszerűen gondolni, hogy ez a Hazelcast Cluster, ez egy ilyen nagy shared memória, ami lehet gyakorlatilag akár mekkora, tehát például a cloud esetében akár 400 gigás memória, shared memóriára beszélünk például. És innentől kezdve, amikor majd a használatot is meg fogom mutatni, amikor mi ehhez kapcsolódunk, mi ezt használjuk, tényleg nincs a különbség ahhoz, mint például amikor fogunk egy sima Java-ban egy mapet, és azt mondjuk, hogy leszedünk egy elemet, putget, egyéb műveletek, tehát nincsen gyakorlatilag különbség, csak annyi, hogy ezt a mapet mi azt hogyan szerezzük meg, tehát nem példányosítjuk, hanem lekérjük magából a Hazelcast Clusterből. Kettőféle variáció van, hogy hogyan tudjuk ezt valójában használni. Az első, ami csak EVM alapú alkalmazásoknál lehetséges, amikor az úgynevezett embedded usage, amikor is magát az IMDG, ugye a Hazelcast membert, magát az alkalmazást, azt bele tudjuk rakni a mi éppen futójába alkalmazásunkba, és gyakorlatilag ezek a memberek utána különböző stratégiákkal meg tudják találni egymást, és úgy tudnak kommunikálni, és akkor tudják tárolni a dolgokat, de ez ugye okozhat némi problémát, esetleg a Hazelcast oldalán esetleg túl sok memóriát szeretne felhasználni, mivel ugye a memóriában tárolja a dolgait. És ugye erre találták ki a következő fajta módot, amikor is a client-server usage-et, amikor maguk a memberek azok egy külön elszeparáltabb helyen futnak, és úgy alkapnak egyébként egy cluster, és így adattálható több nyelvre, és mivel ugye csak a kliens apit kell implementálni ilyen módon, és így nagyon egyszerű, és így többféle, tehát például egy dockeres, Kubernetes-es microservice architektúrára, hogyha elképzeljük, akkor ugye nem feltétlenül igaz az, hogy minden egyes microservice ugyanabban a nyelvben van írva. Viszont, hogyha például teszem azt jelen, Node.js, C++, akármilyen alkalmazásról beszélünk, ugyanazt a közös tárolót tudják használni, és ténylegesen, amikor ugye egy adatbázissal szemben, ugye egy adatbázisnál azért lehetnek elég nagy performance problémák,
Viszont ennél például a legtipikusabb használat egyébként a cache-elés, de sok más ilyen szoborként használják egyébként. Nagyon egyszerű telepíteni, ugye főleg például az embedded-et, de majd meg fogom mutatni a ilyen szerver oldalát. Ugye sok az a struktúrát támogatni, például benne van a topic, a set, map, list, tehát rengeteg ilyen struktúrát támogat, és tényleg az a legjobb bennem, hogy a standard Java interfészeket implementálják, tehát gyakorlatilag a használatában ténylegesen semmi különbség nincsen, és így ilyen módon akár egy kezdő Java fejlesztő is nagyon könnyen tudja használni. Korábban említettem, hogy többféle ilyen discovery strategy van, ami ugye annyit tesz, hogy a memberök, hogy megtalálják egymást és szinkronizálják egymás között, hogy milyen adatokat tartalmaznak. Egyébként backupokat is készítenek, azokat különböző memberökre tárolják. És például a fokáját az Kubernetes, AWS, Amazon Web Services és Docker is támogatják, de ez a támogatás ugye valójában arra szól, hogy a memberök meg tudják találni egymást. Ezek egy előre elkészített implementációk, de természetesen egy sima interfész vagy egy sima szakhozta implementálásával lehet akármilyen saját discovery strategy-t csinálni hozzá, de ilyen módon ez nagyon egyszerűen adaptálható. És hát ugye felmerül a kérdés, hogy ugye nyilván a cache-elésen kívül, hogy milyen use case-ei lehetnek ennek a Hazelcast-nek, mert hogy ez nem feltétlenül egyértelmű. Hát jó, az első persze nyilvánvalóan az úgynevezett integrated clustering, ami tartalmaz gyakorlatilag a mindenféle cache-elési megoldásokat. Ugye van Gcache implementáció, ami ugye a Java-nak egy ilyen standard cache-elési apja, Hibernate Cache és a Spring-nek a cache dolgait is ugyanúgy megvalósították benne. Egy ilyen nagyon régi, mondhatni, de még szerintem ma is működő példa, egy nagyon egyszerű, amikor van egy szimpla egyszerveres alkalmazás, mint egy webszerver, és azt mondjuk, hogy mi a session-eket szeretnénk kezelni. Nyilvánvalóan vagy a memóriába, vagy lokális fájlokba tárolja a session-ájhoz tartozó adatokat. Ez tök rendben van, addig ameddig nem szeretnénk több szervert használni, és hát miért nem szeretnénk, mert hogy szeretnénk valót csökkenteni, szeretnénk több felhasználót kezelni. Egy lehetséges változata azt mondjuk, hogy a session-öket nem lokálisan menjük el, hanem azt mondjuk, hogy elmentjük egy reációs adatbázisban, de itt is azért tudnak hát elég nagy performance problémák lenni, és mivel mi simán csak session-öket szeretnénk kezelni, tehát semmi brutális műveletet, csak simán eltárolni, hogy az adott user a képenben van jelentkezve, aki a cookie-et küldi, ugye a HTTP request-en keresztül, szeretné visszakapni az adatait, és szeretné, hogyha látható legyen a szerver számára, akkor gyorsan kapjon választ, és ez a lehető feladásokkal nem éppen a legjobb megoldás. A Hazelcast-tel, vagy Hazelcast Cloud-ra gyakorlatilag ugyanez a folyamat ára, csak itt gyakorlatilag egy ilyen shared memóriából, ahogy mondtam korábban, kapja vissza az adatokat, és gyakorlatilag szinte teljesen olyan, ugye nyilván egy pár millisekundum eltérés van, meg egy picit pluszba ugye rájön, mert network van, több hálózatunk kell átmenni, stb. De alapvetően nagyon-nagyon gyors, és ezt is fogom majd mutatni. Egy következő eset például egy nagyon egyszerű példán keresztül, amikor azt mondja, hogy a user szeretne A-ba, B-be például pénzt elküldeni egy banki API keresztül, és azt mondjuk, hogy oké, van egy bank API worker microservice, tehát van egy microservice architektúránk, ahol workerek dolgozzák fel ezeket az eventeket. A banki API kiküldi az eventet, ezt mindegyik worker megkapja. Na most a járában azért tud problémás lenni ezeknek a lopoknak a kezelése, és ez nem mindig egyértelmű, hogy akkor oké, ki kapja meg a lopot, akkor kivár a lop, stb. Viszont ezzel, mivel ezt a lop interfészt is egyébként ők implementálják, ezért ez is nagyon egyszerű. Tehát tényleg, hogyha csak abban gondolkozunk, hogy ez egy megosztott memória, akkor igazából rengeteg példán keresztül be lehet mutatni. Például ugye a scheduling, hogyha azt mondjuk, hogy ez a Quartz csomagban, ami ugye a Java-ban hát elég sokszor szokták használni, mint scheduler, ott ha azt mondjuk, hogy inkább a Hazelcast-tel használnám, nincs egy adatbázisa, akkor itt is maga a jobokat az ütemezésre is sokkal egyszerűbb, és sokkal könnyebb, és kéznepekről. Még egy dolog, a messaginget is támogatja egyébként, ugye ez a tipikus publish subscriber
architektúra, amikor is a publisher adott a topikokra, és a topikokra a szervezetek megkapják az értesítést, amikor valamilyen adatot kapnak. Ezt is tipikusan támogatja, ezt is csak a topik interfész implementálásával. És ugye itt jött a képbe az a dolog, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy ugye már mindent felhőben tárolunk, mindent felhőben futtatunk az alkalmazásaink, akármelyik felhő szolgáltatónál fut, és így azért picit macerásra válik idővel az, hogy külön fenntartani erre infrastruktúrát, hogy esetlegesen egy ilyen Hazelcast clustert fenntartsunk, akkor annak milyen portokat kell kinyitni, stb. Szóval ez nőtt erre az igény, és így született meg a gondolat, hogy akkor legyen a Hazelcast Cloud, ami egyébként egy nagyon, hát viszonylag friss termékünk a piacon, mert hogy körülbelül másfél éves maga az egész, amiből egyébként már is érhető változat. Ezt lehet, hogy korábban mondtam, ez egy megosztott környezet, ami annyit tesz per pillanat, hogy egy Kubernetes cluster, ami ugye nyilván autoszkéleli önmagát, hogyha sok user kezdi el használni. Ugye a Kubernetesről esetleg, hogyha valaki nem hallott még, az gyakorlatilag a Dockernek egy ilyen management rétege, tehát ő menedzseli azt, hogy milyen nódokon, milyen Dockerin is fusson, azokhoz hozzákapcsol mindenféle szerviszeket, lehet vele szkélelni, rengeteg mindenre jó, és hát ez per pillanat a Shared Cloud-on az egy ilyen megoldás. Gyakorlatilag akármennyi clustert létre lehet hozni van a környezetben, és ahogy mondtam is, gyakorlatilag akár 400 gigabájtnyi memóriát is lehet kérni, és maga egy ilyen szimpla, egyszerű clusternek is a felhozása kevesebb, mint egy perc alatt történik gyakorlatilag, pont ezért, mert a Kubernetes az nagyon alkalmas az ilyen dolgokra. Egy picit a biztos anyagiakról is beszélnék, tehát tényleg a mostani cloud szolgáltatóknál is nagyon bevett dolog, hogy azt fizeted, amit használsz gyakorlatilag. Ez itt is alkalmazva van, ez per pillanat 0,1 USD per gigabyte per óra, ami viszont egy 2 gigabyte-os kicsi cluster esetében kb. $150 tesz ki havonta, viszont ebben benne van gyakorlatilag minden. Az Enterprise, és ráadásul ugye az Enterprise változatot használja a búra alatt mondhatni, ami egy csomó olyan feature-t támogat, hogy ugye mivel in-memory adat, hát nem adott bázisra, in-memory data grid-ről beszélünk, ugye kettő nem feltétlenül ugyanaz, ezért nyilván, hogyha leállítjuk a cluster-t, akkor az összes adatunk elveszik, tehát erre rengeteg plusz feature van, például persisztenciát be lehet kapcsolni, akkor egy SSD-re írja folyton az adatokat, persze ez picit a sebességen ugye lassít, nem olyan nagyon nagy mértékben, de azért lassítja, meg például okáért lehet ilyen időszakonként backupokat bekapcsolni, meg egy csomó minden más feature, ami tényleg nagyon jó. És egyébként így a cloud-ban használva az Enterprise-t valószínűleg olcsóbb is, mert nagy cégek, akik használják ezt a Enterprise-t, ezért elég súlyos pénzeket fizetnek érte, tehát így kipróbálni és használni egyébként megoldáson még szerintem teljesen ott van. Semmiféle operációs költsége nincsen ennek, a rendszerűen gyakorlatilag az infrastruktúrát, arra nincsen plusz csás, tehát a pénzügyi részéről kb. Ennyi, és nyilván downtime sincsen, köszönhetően a Kubernetesnek, mert hogyha ott skálázódik, akkor különböző stratégiák alapján növeli vagy csökkenti a Hazelcast memberöknek a számát, amik éppen fontosak a cloudban. Még egy feature, ami például a community verzióban, vagy az open source változatban nincsen, az, hogy lehet security-t bekapcsolni. Ezek is gyakorlatilag ezek olyan feature-ök, amiket be lehet kapcsolni a UI-n, ugye a felületen. Gyakorlatilag egy darab checkbox-szal is generál nekünk egy kulcsot, amivel lehet kommunikálni a magával a cluster-re, ugye említettem a persisztenciát, a flexibilis felhasználhatóságát, van egy ilyen kis hát van egy ilyen autoscaling feature is a dolognak, amikor 80% fölé megy gyakorlatilag a memóriának a kihasználtsága, akkor fölfelé skálázza, persze többféle ilyen csomó mondja, kicsi, közepes, meg nagy. Hogyha kicsiről beszélünk, például akkor mondjuk 15 gigáig skálázza föl, és a 40% alá esik, akkor meg lefelé megy. Hát ez is gyakorlatilag a pénzügyi dolgokat segíti elő, mert hogy nem feltétlenül kell annyit használni. De például ez nagyon jó akkor, hogyha mondjuk ez van kapcsolva, és
teszem azt, hogy webshopról beszélünk, ahol mondjuk a termékeket valamilyen módon cashelik, vagy adatbázis cash, vagy hasonlók, mert ugye kb. Mindenre be lehet kapcsolni ezt a Hazelcastet. És teszem azt, hogy legfeljebb, hogy nagyon megugrik, ha az autoscaling van kapcsolva, akkor ugye nyilván akkor többet használunk, de például, hogyha vége a Black Friday-nek, akkor sokkal kisebb lesz újra maga a website-nek a forgalma, és innentől kezdve ugye nem kell annyit fizetni, tehát nem kell ezért pluszba fönntartani egy teljes netflastert. A szoftver az ugye mindig up-to-date, tehát gyakorlatilag az Enterprise változatának mindig a legkisebb, legsorilabb verziója fut magán a clusteren. És hogy nagyon gyorsan meg is mutassam, hogy mennyi idő felhúzni és mennyire egyszerű egy ilyen clustert. Maga az oldal az gyakorlatilag most még kb. Ennyi, ugye ez most a production site. Így itt a cloud providereknek fel van sorolva az Azure-os a Google Cloud. Ezek gyakorlatilag egy folyamatban lévő dolgok. Ez ugye azért érdekes, mert hogyha valakinek azonban a Google Cloud-ban van az alkalmazása, akkor nyilvánvalóan a kommunikáció magával a Hazelcast Masterrel sokkal-sokkal gyorsabb, mert azonos hálózatban vannak. Ugye Amazon esetében különböző régiókat tudunk beállítani. Ugye így beszéltem el a három csomagra, de lehet igazából ingyenesek is használni, de az gyakorlatilag, hogyha nem nagyon használják, akkor leáll egy idő után. Beszéltem róla autoscaling, persistenciát, encryption, tehát ez gyakorlatilag ennyi beállítani. A fő adatstruktúra, amit szoktak használni egyébként az ügyfelek, most azért annyit adatokat kezdve a többi adatstruktúrához is, a jövőben ugyanúgy hozzá lesz oda egy ilyen konfigurációs felület, de a fő az egyébként a map, ahol is különböző beállításokat tudunk adni, az, hogy hány darab replika legyen az egyes Hazelcast módokon, mennyi a TTL, vagy a time to leave-je, hogy mennyi ideig éljen, ugye automatikusan törölje le, és egyéb plusz beállításokat tudunk adni, és hogyha ezt a map mellett használjuk, akkor ezek a beállítások automatikusan applikálva lesznek. Ha készítünk egy clustert, akkor gyakorlatilag ezek egy pár minket. Egyébként nagyon szinte, nagyon egyszerű és triviális. A user igényének gyakorlatilag mindent be lehet állítani. Ugye, mint mondtam, ugye, hogy a legújabb és legaktudétebb Hazelcast verziót mindig támogatják. Ezt egyébként nyomon is lehet követni, és nyilván ez akkor érdekes, hogyha valaki esetleg egy régebbi verzióit milyen használ, és az valamiért nem támogatja a feature-t, amit mondjuk ez az új Hazelcast verzió, akkor itt meg lehet nézni, hogy ez milyen verziója működik. Egyébként például Pokájra valaki egy fix változatot szeretne használni, tehát egy fix verziót, akkor természetesen később erre is lesz lehetőség, csak ezek még nyilván nem a production environmentben vannak, de magát a verziót is ki lehet választani, és lehet upgrade-elni, majd upgrade-elni hasonló. Ami érdekesebb itt, ugye említettem a többfajta kliens, gyakorlatilag egy ilyen nagyon egyszerű kis konfigurátor, hogy mondjam, le lehet tölteni egy sima egyszerű példaprojektet, ahol meg is lehet nézni, teszek tényleg, járvan például egy osztályos, úgy érzem is egy ilyen egyfájlos valami példa, amit tényleg nagyon-nagyon egyszerű. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi, és tényleg kevesebb, mint egy perc alatt, ez azért is érdekes számomra például, mert AWS-ben ugye van ennek a konkurens megoldása, az Elasticash, ami ugye gyakorlatilag egy developer-t Redis. Egyébként az AWS-nek valamiért érdekes, de szereti így ezeket a nagyon populáris megoldásokat is szintén developerni és adni rá egy ilyen pricingot, hogy oké, akkor fizessetek ennyit ezért, és mi akkor megcsináljuk nektek a többit. Szóval ez is egy ilyen, de annál például nekem körülbelül fél órát igénybe megye, hogy egy szimpla Elasticash clustert fölhúzzak, és őszintén szóval nem volt feltétlenül egyértelmű az, hogy mire jó és való, de nyilván ez ízlés kérdése. Egyébként közben ugye el is indult maga a cluster, különböző metrikák kellenek meg róla. Egyébként van a Hazelcast, ez egy ilyen úgynevezett Management Center, ami ezeket az adatokat, metrikákat gyűjti. Normál esetben, hát itt a Hazelcast Cloud-nál ez nincs úgy kirakva a külvilág felé, de egyébként egy másik változatán vannak, az is ki lesz. Viszont ugye nyilvánvalóan a háttérben a Kubernetes létrehoz egy ilyen Management Center-t, és ő arról szedi be ezeket az adatokat.
Tovább menve, hát akkor próbáljuk ki a clusterünket, mert az eddig szép és jól mutatunk néhány ábrát, de alatt megmutatni. Egy ilyen sima termék recommendation appit találtunk ki ehhez, ami nagyon egyszerű dolgokat tud. Egy adatbázisból, ami most nyilván egy in-memory adatbázis, csak azért van, hogy is a dolgot. Listázza az összes kodákat, még egyébként nem nagyon jön be a szerepe. Az összes termékhez egy olyan appit adunk, ahol az ahhoz ajánló termékeket adjuk. És még nézzük azt, hogy az egyes userek session szerint milyen termékeket látogatnak meg, és ilyen személyes ajánlásokat, termékajánlásokat tudunk neki adni. Hogy nagyon egyszerűen. Egyébként látható onnan hátul, és szuper. A konfigurációja egyébként tényleg nagyon-nagyon egyszerű. Ugye ez most nyilván a Java a konfigurációja, de a felület ugye letöltető példaprojektek alapján gyakorlatilag akár még támogatott nyelvben ezt meg lehet csinálni. Ugye ez egy Spring Webhooks-os web alkalmazás, ami gyakorlatilag ugye a Spring legújabb, már reaktív alapokon nyugvó változata, és ennek mentem egy, mondjuk ez itt még nem annyira érdekes, de majd a következő konfigurációnál igen. Szóval a Spring ugye mineket kezel, és mi simán létrehozunk egy ilyen sima singleton hazelcast instance-t, aminél azt mondjuk, hogy gyakorlatilag egy root name, egy password és egy discovery token, amit mi megadunk. Ez a három adat egyébként magán azon a konfigurációs felületen van rajta. Aztán ugye ez a három adat nyilván egy application properties-ből jön, de ez ugye valójában jöhetne akár onnan is. A következő dolog ugye volt egy ilyen session-os példa, és akkor gondoltam, hogy meg lehetne mutatni azt is, hogy ez hogyan működik. Mivel reaktív verziót használunk, ezért most ezt per pillanat így meg lehet valósítani, amikor egy reaktív session repozitort adunk meg, ami ugye annyit akar, hogy a magát a session-t azt ugyan szeretnénk perzisztálni, tehát erre tök jó lehetőséget ad neki a Spring. És egy sima Mercession repozitorit hozunk létre, ahol is a Hazelcast instance-on gyakorlatilag egy getMap metódusa, amivel visszakapjuk, ugye itt látszik, hogy egy IMAP-et, ugye így van elnőző maga az osztály, és lekerjük a session-nek, hát a Spring Session nevezetű mapet. De gyakorlatilag ennyi, és innentől kezdve ezen az IMAP-en ugyanazokat a műveleteket tudjuk végrehajtani, mint egy sima egyszerű mapet, és úgy van még egy cookie, de azt is már egy resolvert is kellett hozzá regisztrálni, hát ez az új módja igazából. Az endpointokról gyakorlatilag tényleg egy nagyon egyszerű dologról van szó. Ugye itt a get productnál, szóval az összes productot, amikor letérjük, gyakorlatilag egy szörnyűszerűen keresztül most az e-memory adatbázisból letérjük az összes terméket, tehát ebbe semmi ördöngőség sincs igazából. Magából, hogyha egy productot letérjünk, akkor már picit érdekesebb a történet. Mert hogy először megkeresjük az adatbázisból azt a terméket, amit igazából keresünk. Hogyha ez megvan, akkor azt mondjuk, hogy először is egy globális számlálót, amit a Hazelcast clusterünkben hoztunk létre. Egyébként ez a getMap, ez valójában nagyon, hogyha nem létezik ez a map, mint a clusterben, akkor létrehozza. Ha pedig létezik, akkor visszakapjuk, tehát ennyire triviális egyszerű módon működik. És amikor a globális számlálót emeljük gyakorlatilag, akkor egy nagyon egyszerű kis map műveletekkel ezt meg lehet oldani, tehát ezért is említettem, hogy ez gyakorlatilag egy kezdőjáva fejlesztés, aki már tanult esetleg a mapről, ismeri az adatstruktúrát, akkor nagyon egyszerűen tud vele bánni, és már egy meglévő megoldásban is, ami mondjuk úgy készült esetleg, hogy nem ilyen megosztott környezetben, ott is nagyon könnyen be lehet kötni magát ezt a Hazelcastet. Egyébként itt van gyakorlatilag ez a kettő Project Counter és Type Kit. Ezt a kettő mapet kérjük el, ez igazából performance dolog miatt van itt most per pillanat, ez a post-construct metódus, ez ugye egyszer fog lefogni csak, mert hogy nem muszáj minden egyes alkalommal lekérni a mapet, elég bőségesen egyszer is azt kezelni. Akkor vissza product. Igen, és még egy személyes számlálót is adunk hozzá, amikor is azt mondjuk, hogy igen, hogy gyakorlatilag a sessionhez tároljuk el azokat a product
típusokat, amiket, ez is gyakorlatilag egy sima, egyszerű számláló. Tehát innentől kezdve csak az algoritmusnak a dolga az, hogy ő hogyan kezeli ezt, ő hogy rakja hozzá a meg, stb. Stb. És gyakorlatilag a háttérben, mint itt a TypeKit setben, ugye ez is egy sima IMAP. Tehát egy sima map implementáció, amit a háttérben gyakorlatilag. Aztán ugye tovább mentve, ha azt akarjuk, hogy szeretnénk termék ajánlásokat kérni egy adott termékhez, nyilvánvalóan azt abban a kategóriában szeretnénk kapni, legalábbis én MMT-n logika mentén gondolkodtam. Így gyakorlatilag annyi történik, hogy magunkat a termékeket összegyűjtjük abból a típusú. Igen, tehát összegyűjtjük azokat a termékeket, ami az adott terméknek a kategóriáján belül tartozik, és azokból összegyűjtjük azokat, amikre már voltak hitek. Tehát valójában ez egy ilyen élő, kvázi recommendation engine is lehetne. Nyilván ezt még lehet cifrázni, lehet fokozni, lehet mindenféle Excel belerakni, de mint egy alapotlet így szerintem egészen használható. Gyakorlatilag összegyűjtjük azokat a termékeket, visszafelé rendezett sorrendbe. Egyébként ez egy Java 8-as alkalmazás, ugye azok is lehet látni itt a Lambda function-öket. És gyakorlatilag a végét kitöltjük a maradék termékekkel, mert van egy sima limitünk, és utána legyűjtjük az összes terméket. Gyakorlatilag ennyi a lényege neki. Igen, és van egy ilyen general recommendation-os rész, ahol is gyakorlatilag a session-höz tartozó hitek alapján például ha megnyitjuk a webshopnak a kezdő oldalát, és mi mondjuk azt már korábban mögéztünk, de nem feltétlenül kell bejelentkezetnek lenni, mert hát ugye van nekünk sessionünk, és akkor ahhoz képest kapunk recommendation-öket. Ugye ezzel azt is szeretném érzékeltetni, hogy maga a megvalósítási rész az sokkal-sokkal egyszerűbb ezáltal, és nem kell plusz léjerekkel foglalkozni, mint például az adatbázis szintjén. Gyorsan meg is mutatnám ezt az alkalmazást. Ugye, mivel már ugye van itt egy flaskerünk, arra tök könnyen is egyszerűen lehet majd csatlakozni. Most ugye itt inline állítom, hogy akkor ott előttek a paraméteket, de normál esetben ugye nyilván ezt a properties fájból, vagy yaml fájból például, hogy streamet esetében ez a kettő úgy szoktak használni, de gyakrabban onnan tölti be az adatokat. Ugye itt szinte egy egyszerű mérős alkalmazásról beszélünk, de meg maga az alkalmazás minket is egész pici, szóval elég hamar le tudja buildelni. Ugye nyilván innen lokális gépről picit másodperccel több időt vesz igénybe az, hogy lokális gépről magán az AWS-en futó ezekhez clusterhez csatlakozzunk, de itt egyébként már nagyon jól látni is, hogy egyébként úgynevezett smart kliensen keresztül, ezekhez kliensen keresztül kapcsolódik, ami megkeresi gyakorlatilag az összes member. Ez is egyébként egy csinálj egyszerű discovery strategy, szóval van a Hazelcast cloud API-nak egy endpointja, ami azt mondja, hogy oké, kérlek ehhez a clusterhez, ad vissza az összes endpointot, IP portot, és akkor simán megkapja, és utána tud hozzá egy csapatot, amivel kommunikálni. Szóval az alkalmazás maga el is indult. Egy sima egyszerű Postman collection-nel érzékelhetett. Ez ugye maga a GetProducts része, amikor is még nincsen semmi Hazelcast-es művelet, visszakapunk pár terméket, egyébként nincsen most túl bonyolítva, vagy ID, egy év és egy típus, mint olyan. Amikor szeretnénk egy adott terméket kérni, ugye itt mindjárt látunk, igen, tehát egy több mint két másodperc per pillanat az elérés ennek, ugye ilyenkor elmegy a Hazelcast clusterhez, és beállítja gyakorlatilag az értékeket. Itt ez nagyon-nagyon sok, mert nyilván Docker PC-ről van szó, és sokkal lassabb, de ugye nyilván ez a cloudos architektúrára van kitalálva. De itt alulban egyébként jól látszik, hogy a globális számláló az ugye növekedett, hogy ezt az autót egyre, aztán kettőre növelte, és közben egyébként a sessionünkhöz is számot tartotta.
hogyha esetleg recommendation-ünket szeretnénk kapni, ugye eddig az egyes terméket néztük meg kétszer, most ha kettes termékhez szeretnénk ajánlásokat kérni, akkor szintén összegyűjtünk, mivel mi az egyes néztünk a legtöbbször, ezért az egyes kapok első helyre. Tehát gyakorlatilag most ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű maga a példa, hogyha én general recommendation-ünket szeretnénk kapni pedig, mivel az autótípusú terméket látogatok meg a legtöbbször, ezért az első helyre mindig az autótípusú termék fog kerülni, nyilván véletlenszerűen. Ugye ebben az időben, ebben a válaszadóban nyilván nincs benne az, hogyha valós adatbázissal kommunikálunk, de már is meg tudom mutatni azt, hogy például mennyivel gyorsabb, és mennyivel, hát tényleg mennyivel gyorsabb valójában, ha mi ténylegesen egy AWS-es alkalmazásról beszélünk. Ez egy sima EC2 instance egyébként, mint ugyanabban az availability zónában van, ahol ez a cluster. Egyébként közben érdekességként különböző statisztikák ilyenkor megjelennek egyébként a mapekről, azt, hogy mennyi memóriát használ, azt, hogy mennyi a latency, mennyi a throughput, hasonlók. Ugye itt rögtön a stream session-t is létrehoztak, mivel hogy ebben tárolunk a session-jénket, és akárhány Microsoft instance-unk lenne, innentől kezdve ugyanazt a közös store-t tudja használni, tehát a load balancer akár ki nem dobálja a request-eket, mindig fel fogja ismerni, és nagyon egyszerű módon fogja kezelni. Itt van a product, a counter, mapping, és a personal product kategóriai counter. Gyakorlatilag ezek, amit vannak, pluszba még egyébként magára a kliensről is, hogyha beállítjuk azt az opciót, hogy jelezze, hogy küldjön statisztikákat, akkor egyébként azok is megjelennek, tehát a többi szakszunkra tudunk esetleg hibát keresni, és túl sok memóriát használ, valami nincsen rendben, és most statisztikák is vannak. Közben magára az ECT instance-ra. Itt használhatjuk külön azt a parancsot. Közben egyébként magát is kicseréljük, magát az endpointot is kicseréljük. És akkor innentől kezdve a magát az ECT-t visszatett. Ez látszik, sokkal gyorsabban el is indult egyébként, mert nyilván azonos hálózaton van, sokkal gyorsabb a kommunikáció, azonnal fel is nyugtam, hogy a kettő darab nem volt, mert kettő gigabájtos klaszterről beszélünk, de és stratégia van, hogy ezt hogy épül föl. Nyilván itt a válaszidő is sokkal kevesebb lesz, hát gyakorlatilag a 2-3 másodpercből redukálódott ez a 3-400 millisekre gyakorlatilag, ugye lokálhoztól, mondjuk akár 200, és ugyanezeket a dolgokat tényleg villámgyorsan lehet kezelni, és nagyon nagy előnye tényleg még egyszer, hogy maga a cloud mivel támogatja ezt a fajta client-server kapcsolatot, ezért nagyon sok helyre lehet ezt implementálni. Az, hogy mi történik utána, mert ugye nyilván ez egy ilyen public megoldás, amit nem biztos, hogy mindenki szeretne használni, már erősen gőzerővel készülőben van egy Hazelcast Cloud Dedicated nevezetű, ami azért ajánl egy pár dolgot, tehát egy nincs limit az, hogy mennyi memóriát szeretnénk használni. Nyilván a limit igazából itt az illetőnek a pénztárcája, tehát itt ugye például az AWS esetében az AWS által kalkulált összeg plusz még valamennyi kerülni kiszámlázásra, de ez nem feltétlenül annyira számítelő. Virtuális privát cloud, ez itt ebben az esetben azt jelenti, hogy nem egy shared Kubernetes clusteren fog történni ez az egész, hanem amikor valaki létrehoz egy ilyen dedikált cloud-ot, akkor neki külön egy sub-account létrehez hozva az AWS esetében a Hazelcast-nek a root account-ja alatt, és azon létrehez hozva külön egy Kubernetes cluster, és abban létrehez hozva gyakorlatilag ez a Hazelcast cluster. Gyakorlatilag egy csomó minden még egyébként támogat, például ugye enterprise support, ilyesmi.
ez elég jó, hogyha esetleg valakit érdekel magának, látom, hazelcast.com-on, hogyha regisztrál, lehet játszani ugye az ingyenes clusterrel is, ami ugye 200 MB, vagy egyébként a regisztráció után mindenki automatikusan mindenféle bankkártya adat megadása nélkül is természetesen $50 kreditet kap, tehát azzal is el lehet ugye egész jól játszogatni, és megnézni, hogy ez miket tud. A példakód az nyilván fönn van a GitHub-on, azt is nyugodtan meg lehet nézni. Esetleg, hogyha valakinek valami kérdése van, nagyon szívesen válaszolok. Csak annyi lenne, hogy hogy találkoztál te ezzel a technológiával, mert melyik részével találkoztál, melyikre foglalkozol? Hát valójában, mivel ugye mint quality engineer tevékenykedem, tehát én nem magán a basic alap terméken, a Hazelcast-en dolgozom, hanem mivel ugye mondtam, hogy kb. Ez egy másfél éves termék, ezért én ennek a, hát a quality részével foglalkozom most, de úgy gyakorlatilag azon belül is úgy már magának ezek a cloud projekten belül is úgy nagyjából mindennel, tehát mindennel próbál segíteni, ilyesmi. Ugye ez a projekt gyakorlatilag csak a cloudosítását szolgálja, tehát magában az alaptermékben olyan mélységet senkinek nem kell belelátni annyira, tehát csak annak a feature-eit kihasználva és ahhoz adaptálódva egy olyan tényleg egyszerű megoldást létrehozni a cél igazából. Esetleg igen? És akkor mi a különbség az elasztikus rendszer és a Hazelcast? Hát valójában most őszintén megmondva egy ilyen kisebb verseny van ezekben a megoldásokban, mert egyébként ez a szféra, ez az in-memory adatfeldolgozó szféra, ez ilyen, ilyen mission critical alkalmazásoknál eléggé fontos, és tényleg tehát rengeteg olyan ilyen kisebb sztorit olvastam magán, ami ugye privát céges Slack channelen is, hogy gyakorlatilag ez egy problémát oldott meg nekik esetleg. Tehát a rendszerük nagyon-nagyon lassú volt, ez bekötötték és működött, tehát körülbelül ilyen szintű dolgok. A különbség egyébként annyi, ugye alapvetően, hogy az Elasticache az ugye az Amazon által külön létrehozott támogatott dolog. Az alatt egyébként egy Redis fut, és ugye magával a Redis-szel is van egy ilyen kis konkurálás. A Redis az máshogy kezeli a dolgokat, kicsit másféle módon építi fel magát ezt az in-memory adatkezelést. Szerintem egyébként a Hazelcast az picit okosabban, picit jobban, de nyilván nagyon-nagyon mélyen nem látok bele sajnos a magának az alapterméknek a mi voltjában, mert ugye az nem az egy hatáskör, hogy úgy mondjam, de egyébként az is nagyon érdekes. És az Elasticache esetében egyébként az Amazon ilyenkor sima EC2 instance-okat hoz létre gyakorlatilag, és ezért lehet picit több idő, hogy amíg létrehozza, regisztrálja különböző erőforrásokat, és ugye egy nagy különbség ebben az esetben, hogy igazából tényleg egy-két percen belül létrehozza magát a clustert, és sokkal gyorsabb. De egyébként tényleg, hogyha valakit így annyira nagyon mélységeiben érdekel, minden szépen dokumentál van a Hazelcast-nek a weboldalán, hogy ez tényleg hogy működik. Vannak egyébként különböző, nem csak a Redis-szel kapcsolatban, hanem különböző in-memory megoldásokkal kapcsolatban ilyen benchmarkok, amire szintén dedikált emberek léteznek a cégen belül, akik a performance próbálják növelni, folyamatosan mérik. Tehát én szerintem ezért nagyon-nagyon jó, mert a konkurenseket állandóan mérik, és erre van egy publikus alkalmazás is erre a GitHub-on, ez a Hazelcast Simulator, amiben per pillanat egy csomó ilyen benchmark létezik, és pikpak, tehát nagyon gyorsan le lehet futtatni, és ott egyértelműen látszik, tehát igazából ez döntéskérdése, hogy ki mit használ szerintem. Esetleg más? Akkor viszont köszönöm szépen a figyelmet.